Tears. Megtaláltam az álomfogónk, rajta volt még egy közös fotónk, tedd fel mellé, ha egyszer elfelejtenék. Ez a dal, ez az én első lemezem, az Egy percig tart című lemezemnek a, azt tudom mondani, hogy az egyik számomra egyik legerősebb dala, és a koncerteken is bármerre játsszuk, mindig tök pozitívak a visszajelzések, és tök erős az, amit mondani valóként érzékel a közönség. Mégsem estünk össze, nézd csak milyen szép, minden száncsapással messzebb fúj a szél. Nagyon sok tervünk volt erre a dalra, hogy végülis milyen klipet csináljunk hozzá, de ugye a legfőbb mondani valója igazából ennek a dalnak az az, hogy ahogy a refrénben is elhangzik, hogy kit érdekel ez az én vonalkozásom, mert ez tényleg csak azt jelenteti, hogy így félretenni azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek minket a hétköznapjainkban vagy akár a hosszú távú céljaink elérésében megakadályoznak. Kit érdekel, hogy másmit mondod? Igazából nekem most egy ilyen másfél év alakult meg ez a kis saját zenekarom, de igazából ez a mi zenekarunk a srácokkal, ők is teljes értékű tagok benne, ugyanúgy, mint ahogy én. És adta magát a koncepció, hogy egy olyan klipet csinálunk, amiben ők is szerepelnek, és mi egy ilyen családként legyünk bemutatva, és ugye mi erős összetartásunk, ami egyébként a dal alapján már mindenkinek a saját vonatkozásába ez lejöhet. Nekem most egy nagyon fontos szerepet játszik az életemben, hogy szeretném a saját utamat járni, szeretném azt csinálni igazán, ami én vagyok, ami még hogyha nem is forrad ki teljesen. Viszont tényleg azt érzem, hogy mondjuk kijött az első lemez, és van már olyan dal, amit a rádió játszik, tényleg egy csomó helyre el tudtunk menni játszani a zenekarral, és például pont ezt a kit érdekel dalt pedig már nagyon sokan írtak nekem a Facebookon, meg egyébként máshol is hozzászólásokban, hogy mikor jön ki a dal, és tök érdekes, hogy ezt így várják, és szerintem az a dal egy tényleg egy nagyon masszív kis csomag abból, ami én vagyok, vagy az, ami én leszek. Én a Budapest Voices-t és a saját zenekaromnak a felépítését, ezt itt teljesen ketté választom. Igazából a saját projektem az tényleg ilyen magától értetődő dolog, szóval egy kiskoromtól mondjuk, hogyha játszok hangszeren, mivel játszok hangszeren, ez így tényleg mellettem van végig, így a zenekarozás is. Szóval, hogy ez tényleg szerintem enélkül nem is tudnék létezni így a saját dolgaim, vagy az, hogy ne írjam ki magamból azokat, amiket érzek, és ezt ne adjam tovább másoknak, és hál' Istennek ezzel néha tudnak is azonosulni. Jó az azi, jó nő az azi.